Köszöntöm a nézőket, már is mutatjuk, mi mindenről lesz szó a mai nap szemlében. Elindult a falugazdász program, a Gyergyói medencében 3 falugazdász kezdte meg a munkát. Rendezvényekben gazdag évet zár a művelődési központ. Köszönetet mondott minden támogatásért az intézmény vezetője. Karácsonyi műsort állítottak össze a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. Ajándékoztak is a diákok. Elindult a falugazdász program Erdélyben is a magyar kormány támogatásával. A Gyergyói medencében 3 falugazdász kezdte el tevékenységét a Caritas vidékfejlesztés irányításával. A Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásának köszönhetően Erdélyben is beindult a falugazdász hálózat. A program célja a magyar gazdák munkájának segítése, tájékoztatás, tanácsadás által. Az Európai Uniós versenyre való felkészítése, érdekvédelem. A Gyergyói medencében a Caritas vidékfejlesztés keretén belül működik a falugazdász program. Magyarországi Agrárminisztérium támogatásával Erdélyben, Partiumban, Mezőségen több mint 100 falugazdász kezdi el a tevékenységét. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, a Caritas vidékfejlesztés feladata a gyergyószéki gazdatársadalom belül elvégezni ezt a tevékenységet. 3 falugazdász kezdi el munkáját. A falugazdász igazából egy élő kapcsolatot fog képíteni a gazda és a hivatalos szervek, szakemberek között. Első lépésben egy óriási felmérés fog történni, ahol megkeressük azokat a gazdákat, akik innovatívak, éhesek a fejlődésre, persze nem zárunk ki senkit, és körülbelül 1 év múlva majd okosabbak leszünk. Ez egy első év, első esztendő, igazából a gazda kéne ennek az élvezője, haszonélvezője legyen. A falugazdászok tevékenységének előkészítése már novemberben elkezdődött. Hamarosan pedig felkeresik a mezőgazdászokat, felmérik, hogy mik a problémáik, mekkora területen, hány állattal gazdálkodnak és milyen téren vannak hiányosságaik. Januártól személyesen meg fogunk keresni nagyon sok gazdát, ahol egy igazi felmérés szeretnénk végezni. Elsősorban az érdekel, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan tudjon gazdálkodni, milyen területeken szeretne fejlődni, tanulni, hol kér segítséget, tehát próbáljuk a hitelességét megőrizni. Igazából ez is a falugazdás szerepe, hogy hiteles információkat vigyen, hozzon a szakember és a gazda között. A cél az, hogy a mezőgazdászokkal kapcsolatot építsenek ki, ezáltal a mezőgazdaság megerősítése, a gazdák képzését, valamint a fiatalok itthontartását szolgálják. Közzétette a székelyföldi mezőgazdasági nagyberuházásokat támogató pályázati felhívásait a Pro Economica Alapítvány. A programban a Hargita, Kovászna és Maros megye területén bejegyzett kis és középvállalkozások pályázhatnak a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó induló regionális beruházásokra. A magyar kormány támogatásával megvalósuló pályázatok feltételeiről a Pro Economica Alapítvány honlapján érhető el bővebb információ. Számvetést végzett a művelődési központ az év végéhez közeledve. Közel 150 programban vállalt szerepet az intézmény, szervezett több tömegrendezvényt és hagyományos rendezvénysorozatot is. Egy jó évet zár a művelődési központ, mondta Fórika Sebestyén évértékelőjében. Számos teltházas, újdonsággal bíró tartalmas program valósult meg 2018-ban. 29 rendezvény főszervezője és 12 nagyobb rendezvény társszervezője volt az intézmény. Az év 365 napjából 61-en biztosítottak közel 150 programot. Én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas és gazdag év volt az idei is. Igyekeztünk olyan programokat is kínálni a közönségünknek, ami más, ami újdonságnak számít, és ha volt is még a városunkban, de mégis valami olyat mutat, ami kellemes és más, mint azok, amiket megszokhattunk. Én úgy látom, hogy sikerült is néhány ilyen programmal gazdagítani a kínálatunkat. Természetesen megtartottuk azokat a régi programokat is, amelyek már megszokottak voltak, közkedveltek voltak,
Viszont úgy, ahogy előző évben is, idén is törekedtünk arra, hogy figyelembe vegyük a közönségünknek a véleményét, kritikáját, hiszen ők azok, akik értelmét adják a munkánknak, nélkülük nem lenne értelme rendezvényt szervezni. Nagyon fontosnak tartom évértékelés apropóján kihangsúlyozni azt, hogy számos rendezvényünk nem tudna megvalósulni a partnereink nélkül. És ezúton szeretném kifejezni a köszönetemet nekik, név szerint nem említek senkit, hiszen én úgy gondolom, hogy összességében aki bármi kicsivel hozzájárult, az megérdemli a köszönetet, és számos olyan intézmény, civil szervezet, egyesület van a városunkban, aki önzetlen és odaadó munkájával, ingyen és bérmentve, szabad idejét és akár egész hétvégéjét rááldozva segítette az egyes programjainkat. Ugyanilyen méltányossággal kell megköszönnöm minden támogatónknak, szponzorunknak, akik akár az egész év folyamán, akár most az elmúlt időszakban, a Szent Miklós napok alatt segítették a rendezvényeinket, akár anyagi, akár termékbeli, akár bármilyen szolgáltatásbeli, munkabeli juttatással. Ezeknek az embereknek is az önzetlenségét tapasztaltuk, az odaadását tapasztaltuk, és én úgy gondolom, hogy ha Szent Miklósi lelkületről beszélgetünk, akkor ezek az emberek méltán kitettek magukért, és méltán megfeleltek ezeknek az elveknek. Legnagyobb látogatottsága a Disznótoros Fesztiválnak, valamint a Szent Miklós napi nagy koncertnek volt a rendezvények közül, de nagyon sok érdeklődőt vonzott a kastélyrali, illetve a filmvetítések is. 660 ezer lejből gazdálkodott idén a művelődési központ, ebből tartották fel az intézményt és a programokra is költöttek. Elkerülhetik a börtönt Romániában azok az első vétségnél tartó adócsalók, akik 20%-os büntető kamattal kiegészítve visszafizetik az államkincstárnak okozott kárt. Az erről szóló törvénymódosítást szerdán fogadta el a képviselőház. Amennyiben az adócsalást többen követték el, elegendő, ha egyikük visszafizeti a kárt a büntetőper első tárgyalásáig, a bíróság valamennyi vádlottal szemben megszünteti a büntető eljárást. Karácsonyi műsort állítottak össze a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. Megajándékozzák a Napsugár az Esőben Egyesület napköziébe járó sérült fiatalokat is az intézmény diákjai. Karácsonyi hangulatot varázsoltak a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. Diákok adtak elő színdarabot a díszteremben. Hogy álmoszolunk meg, hogy eltelik a karácsonyról, kivattok rúgva, mindenki megértette? Igen, és bizalmunk. A színház dolgozóinket, Néfredi, George és Anna keservesen folytatták a munkájukat. Éden pedig elégedetten sétálkozott. Majd este, amikor hirtelen csörökölést hallott. Ki vagyok? Én vagyok az lányom, a te szeretett nénikét. Azért jöttem, hogy figyelmeztesse. Néni, hogy kerülsz te ide? És mi akarsz figyelmeztetni? Látod ezeket a láncokat? Látod ezeket a láncokat? Ezek az önzős láncok. Ezeket én életemben raktam magadra. És nem szeretném, ha te is úgy végezni. De hát azt mondtad, az önzés jó. Mindig arra tanítottál engem, hogy önzővilágban csak az önzés a siker. Fel ezért lettem sikeres. Felejtsen mindent, amit mondtam lányom, tévedtem. Te nem Méri néni vagy. Méri néni sosem tévedett. Ő tökéletesen nevelt fel engem, ha ő nevet volna, minden nem tisztázott. Egy tökéletesen önző szamarat mellettem belőled, lányom. Maria, elfogyok hozzád három szellemet, ha szerencséd, de segítenek neked. Kérlek, változz meg Éden. Remek hangulatot varázsoltak a fellépők a darab által. Mindenki karácsonyra hangulódott. Ajándékcsomagokat is készítettek a tanulók. Ezekkel a Napsugár az Esőben Egyesület napköziében tanuló sérült fiatalokat lepik meg. Megelégedéssel nyugtázza Mezei János, hogy észrevételét komolyan vette Hargita megye tanácsa, és igyekszik kiigazítani tévedését. A Magyar Polgári Párt újonnan megválasztott elnökeként úgy értékeli, hogy pártja már is bizonyítja a vállalt sarkantyú szerep hatékonyságát. Az áfa visszaosztással kapcsolatban született döntés kiigazítására 2018. december 19-ére újabb ülést hívott össze a megyei tanács.
Íme jobb belátásra tudtuk bírni az RMDSZ-es többségű Hargita megye tanácsot. Köszönjük, hogy belátta tévedését, és igyekszik korrigálni a hibákat, értékel Mezei. Mezei János múlt héten azt kifogásolta, hogy a megyei tanács december 12-i testületi ülésének döntése nyomán egyes önkormányzatok teljesen elestek az állam által visszaosztott pénzektől. Valótlannak minősítette a tanács ülésről szóló sajtóközleményben megjelent állítást is, miszerint a polgármesterek igénye alapján történt elosztásból a megye minden önkormányzata részesült támogatásban. Évet értékeltek a vidékfejlesztés és mezőgazdaság terén elért eredményekről Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és a fejlesztési ügynökség december 19-én a megyeházán. Az évértékelővel egybekötve díjazták a kiskertész programban résztvevő legsikeresebb gyermekeket és iskolákat, valamint a mintagazda program nyerteseit is. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, hogy Hargita megye az egyetlen az országban, ahol a megyei tanács a helyi önkormányzatokkal, a gazdákkal és az egyesületekkel közösen olyan programokat valósítanak meg, amelyek a mezőgazdaság fejlődését szolgálják. Minden generációra gondoltunk, hisz ha Székelyföldet meg akarjuk védeni, hogyha itt Székelyföldön élethez lehetőséget szeretnénk biztosítani, oda akarunk figyelni, hogy ez a szép táj megmaradjon olyannak, amilyen, illetve ezek az értékes termékek itt elkészülhessenek a továbbiakban is, és akár jövőképet, perspektívát adjanak a fiatal generációnak, akkor nagyon lent kell kezdeni, úgyhogy a kiskertész programunk volt az, ahol több ezer gyerek részvételével tanulták az év folyamán a kertészetet, a növénytermesztést, a zöldségtermesztést a gyerekek, és azoknak a díjazottjait tudtuk ma jutalmukba részesíteni. De hát a fiatalok után ugye jönnek azok a gazdák, azok a termelők, akik mintaként szolgálhatnak akár a tevékenységben, legyen szó állatnevelésről, állattartásról, zöldségről, gyümölcsről, tejről, sajtról, húsról. Úgyhogy ilyen szempontból a mintagazdáinknak a díjazása is ma megtörtént, illetve hát a Vitos Mózes a legrangosabb vidékfejlesztési díjunk, ami van a megyei tanácsnak, és ennek keretében a Szépízi Csengő Szövetkezetet, illetve a Gyergyócsomafalvi Fenyőalja Egyesületet tudtuk díjazni, és kicsit számot tudtunk venni együtt a Vidékfejlesztési Egyesületünkkel, Fejlesztési Ügynökséggel és a Székelyföldi Gazdák Egyesületével erről az évről, hisz azért jó az évet úgy zárni, hogy számot adunk róla, és erőt gyűjtünk a következő év megkezdéséhez, úgyhogy ez a mai díjazásnak helye volt, ideje volt, és azt gondolom, hogy sikeres volt. Márton István Hargita megye tanácsa, a Vidékfejlesztési Egyesületének vezetője ismertette az egyesület elmúlt 8 évében elért eredményeit. Mint mondta, kezdetben 8 községgel indult az egyesület, amelynek mára 47 község a tagja. Bece István megyei tanácsos, a Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Szakbizottság vezetője szerint egyik legnagyobb eredmény, hogy közös összefogással és kölcsönös bizalommal tudnak megoldást találni a felmerülő problémákra a mezőgazdaság területén. Bece István ugyanakkor emlékeztetett a Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium által indított Kárpát-medencei falugazdász programra, amelynek keretében már alkalmazták Székelyföld falugazdászait, az első lépések között pedig a hálózatépítés szerepel, amelyhez minden segítséget szívesen várnak. Az eseményen Hargita megye tanácsa Vitos Mózes diával ismerte el a Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet, valamint a Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület a vidékfejlesztés területén elért eredményeit. Egy szóval, amikor szóltak, meghatódtam, tehát azt gondoltam, hogy dolgozunk, de azért úgy látom, hogy úgy érzem, hogy akkor valaki ezt értékeli is, nem csak hajtunk mi, nem csak a pénz, de a közösségért is próbálunk tenni, tehát falun belül is, sőt azon kívül is, bármerre elmegyünk, visszük a hírét. A Hargita megyének ugyanúgy a segítséget, amit kapunk, tehát nagy öröm volt ezt megkapni. Én úgy képzelem el, hogy ezt egy egész közösség kapta tulajdonképpen, akik elindították az egész szövetkezetnek a létrejöttét, az övéké a fő érdem, tehát mi csak esetleg tettünk rá egy lapáttal, hogy tovább ügyük és működjön a dolog. De ez minden egyes szövetkezeti tag, aki első perctől hitt benne, hogy ez fog működni, mindenkinek az érdeme. Csilip Árpád, a megyei tanács fejlesztési ügynökségének igazgatója, évértékelőjét a jövőbeni tervek ismertetésével fejezte be. Az ügynökség egyik legnagyobb terve,
hogy a Székelytermék védjeggyel ellátott termékek a helyi és hagyományos vásárok mellett az online értékesítést is egy felületen elérhetővé tegyék. Karácsonyi hagyományos és helyi termékek kiállítására és vásárára kerül sor december 22-én szombaton a Zöldségpiacon. Az ünnepi asztal elmaradhatatlan hagyományos kellékei megvásárolhatóak lesznek a karácsony előtti vásárban, ugyanakkor apró kézzel készült ajándéktárgyakat is lehet majd kapni, mindenkit szeretettel várnak. A Maros Művész Együttes 12. alkalommal szervezte meg december 15-én a Gyöngykoszorú Gyöngye néptánc találkozót a társulat székházában. A rendezvényen 22 néptánc csoport mutatta be a koreográfiáját a közönségnek. A zsúfolásig megtelt előadás évzáró rendezvénye volt a Maros megyei néptáncosoknak. Néptáncosok, népzene, hangszerek sokasága és zsúfolásig megtelt termek és folyósók. Címszavakban így lehetne jellemezni a szombati Gyöngykoszorúk Gyöngye néptánc találkozót. A rendezvény az amatőr néptánc mozgalmat hivatott támogatni, tudtuk meg a házigazdától. Ez az évzáró ünnepsége a néptáncosoknak. Ezt úgy álmodtuk meg 12 évvel ezelőtt, hogy olyan csoportokat hívjunk meg, akik a Gyöngykoszorú néptánc mozgalmat szervezik és éltetik. Tudni kell, hogy egész év alatt különböző stílusvidékeken, Maros megye különböző régióiban szerveznek Gyöngykoszorú néptánc találkozókat. Többek között ilyenek Marosfelfalú, Mezőbánd, Erdőcsináld, Kibéd, Marosvásárhely, és még talán vannak más települések is, akik szervezik ezt a rendezvényt, és mi ezzel egybe szeretnők hívni azokat a fiatalokat, akik szervezik ugyanakkor, élik ezt a találkozót. De nem csak olyan együtteseket hívunk meg, akiknek nagy hagyományos múltjuk van, hagyományuk van, hanem olyan együtteseket, akik nem rég alakultak, hogy adjunk nekik egy kicsi kedvet, hogy kapcsolódjanak be ebbe a mozgalomba, és akkor így évről évre többen vagyunk erősödve, talán jobban tudjuk azt a népi kincset promoválni, amit szüleinktől, nagyszüleinktől örököltük. A 22 együttes közül térségünket a Nyárádszeredai Kisbekecs néptánc csoport, az Erdőszentgyörgyi Százfonat néptánc együttes és a Kibédi Piroskoszorú néptánc együttes képviselte, de természetesen a megye minden szegletéből érkeztek Marosvásárhelyre együttesek. Marosvásárhelyiek vagyunk, és széki táncokat fogunk táncolni. Mióta vagy tagja a tánccsoportnak, és miért szeretsz táncolni? Hát ez a 9. évem, amikor a Napsugárnál táncolok, és azért szeretek táncolni, mert ez már kicsikorom óta a nem csak egy hobbim, hanem egy élet részem is, az életemmé vált, és fontos szerintem, hogy megtartsuk a hagyományokat és a szokásokat. Mióta táncolsz, és miért fontos számodra a hagyományőrzés? Hát én lassan 4. éve táncolok, és hát számomra azért fontos a hagyományőrzés, mert ezzel ápoljuk a nagyszüleink, dédszüleink szokásait, és szerintem fontos az, hogy ne hagyjuk kihalni azt, ami nekik akkor fontos volt. A fiatal gyerekektől a szépkorúakig minden korosztály megfordult szombaton a színpadon. A közös csoportkép is jól mutatja, hogy Maros megye szinte minden hagyományőrzője jelen volt a találkozón. Ma úgy bizonyul, hogy a házunk kicsi, mert tele van és tele lakjuk. Nagyon sokan jöttek el, örülnek annak, hogy a szülők is itt vannak, a nagyszülők is itt vannak, fiatalok jöttek el, a különböző községek képviselői, tanítók, tanárok jöttek el, elkísérték a csoportokat, és ez így jó karácsony előtt megerősödve, karácsonyra hangolódni, talán így közösen ez egy jó tett. A néptánc előadások sorát a népzenészek adventi gála koncertje, majd szakmai megbeszélés és az elmaradhatatlan táncház követte. Thank you.
Lássuk még egyszer röviden a nap fontosabb híreit. Elindult a falugazdász program, a Gyergyói medencében 3 falugazdász kezdte meg a munkát. Rendezvényekben gazdag évet zár a művelődési központ. Köszönetet mondott minden támogatásért az intézmény vezetője. Karácsonyi műsort állítottak össze a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. Ajándékoztak is a diákok. Reklám után a Hargita magazin következik. Maradjanak velünk, ha tehetik. Viszontlátásra! Thank you.